Süsti napon zengjen az ének. Itt apád, itt anyád, sót törünk, borsot törünk, tökkel harangozunk. A Kolompos Együttes tavaszáró zenei összeállítása megmozgatta a gyerekeket, de a felnőtteknek is akadt bőven látnivaló, igazi minőségi helyi termékekkel érkeztek az őstermelők. A hazai alapanyagok népszerűsítését szívesen vállalt a Kovács Lázár is, aki televíziós főzős műsorokban vált ismerté. A séf ételeihez szívesen használ friss alapanyagokat, olyanokat, amelyek egy-egy tájegység sajátosságai. Járva az országot látom, hogy nagyon fontosak az emberek számára az, hogy egyébként a friss alapanyagokkal, főleg a termelővel tudjon találkozni, hiszen így tudja, hogy milyen, ha van vegyszer, akkor milyen vegyszerrel használ mondjuk az a termelő, aki éppen mondjuk a patlizsánt, a patiszont, vagy éppen a paradicsomot termeszti, hogy ismerje, legyen kapcsolatok, személyes kötődésük ahhoz, akitől vásárolnak. Ez mindenkinek jó, jó a termelőnek, hiszen meg tud ebből élni, jó a fogyasztónak, hiszen megfelelő minőségű alapanyagot tud felhasználni, magyar alapanyagot, és ebből aztán a családot egészségesen tudja táplálni és étkeztetni. A sztárszakás nem csak elméletben beszélt az ételekről, de látványfőzéssel is készült. Természetesen főzni is fogok a mai nap, méghozzá egy hatalmas nagy serpenyőben összehozom azt az ételt, minden kistermelővel és termesztővel válogattam zöldségeket, gyümölcsöket, húsokat, és ezeket fogom mégis egy nagy serpenyőben összefőzni, összeforralni úgy, hogy az ízek összeérjenek, és megalkossuk ennek a rendezvénynek az ételét, amiből közel egy 200 adagot fogok majd kiosztani mindenki számára természetesen ingyen. A standokon örömmel kínálták portékáikat a helyi termelők, mézlek, vár, tojás és füstölt áru, csak néhány termék a sok közül. Az ilyen rendezvények különösen azoknak az őstermelőknek hasznos, akik nemrég jelentek meg a piacon. A húsokat Magyarországról származó Vágóhídról vásároljuk, helybe dolgozunk, sogorópátkán házi technológiát alkalmazunk, csak saját sózás, saját füstölés van. Ízeinket igyekszünk a házias ízvilág felé elvinni. Amire büszkék vagyunk, az a kenőmájasunk, meg a lecsókolbász. Mennyire van igény ezekre a házias termékekre, hogy látjátok? Most szerepelünk először ezen a termelői vásáron, mi úgy látjuk, hogy elég nagy sikerrel viszik a termékeinket, kóstoltatjuk, ízletetjük, igazából azt várjuk, hogy szokják meg a fogyasztók magát a spájz nevet és a termékeinket. Az őstermelők szerint az elmúlt években indított országos és helyi kampányoknak köszönhetően egyre nagyobb igény mutatkozik a helyi termékek iránt.